Sziasztok! Szép estét! 6 óra elmúlt, és rossz irányba fordultam. De jó, fordulhatok el. Aztán... mindegy. Most el kell még vinnem a Viktornak a külsőt. Ezt elfelejtettem, de buta vagyok. Elindultam, hogy megyek dolgozni. Az esti csúcs. 6:30. Azaz előző ember kell valamiért nekem magyarázod, hogy mit akar. Túszom sincs, halózott. Nem is ismerem. Nem is láttam még. Dunszom se nem van. Ezt ugye most viccből mondjátok. Normálisak vagytok? Haha, egy hátsó bejárat a kis erdőhöz. Ahol még nem jártam. Ez jobban tetszik, mint az első. Közelebb van. Miért vártunk ott egy csomó időt? A lámpán nem érte, szemből jönnek és nem enged minket tovább menni. De nem látom az okát, hogy miért. Mivel kanyarodni nem tudnak egyik irányba se. A bringás gyalogos már le volt zárva. Dúsztam is jelenben. A másik hídig kell elmenni. Úgyhogy itt kell témperegni. Itt még így nem jöttem. Főleg nem a szörnyel belül megyek, mert hogy kutyázzon. Mert... wow! Egy kis Monti a városban. Jaj, egy kutyus. Szia, hagyod magad? Leszel vlog szereplő, mi? Mi, nem? Nem az a típus. Szép kutyus nagyon. Imádom az ebtartásit, mindig van belőle sok. Sok. Milyen nyugodtak? Hát szevasz, te is ismerkedsz? Na, hova mész? Na? Gyönyörű vagy. Megkezdve, jöhetsz te is, nyugodtan. Nincs baj. Ó, és egy német Júci is itt van. Hát szevasz, te vagy a legbarátságosabb, meg a haver. Igen. Jól van, te is jöttél, drága vagy, igen. Szépek vagytok. Igazi kutyuskák. Na mennyi anyába, mert így hagy. Komfortzónából néha kikeresni, és akkor találtok édes kis helyeket. Például lesz is. Rengeteg. Hát ha nincs ennyi kutya, akkor nagyon jó gravel összekül ez a talaj. Még így összevérrel is. Itt is kimehetnék. És szerintem itt fogok. Most nem. A kis hídnál, ki tudok menni a kis hídra. Aztán most már dolgozni is kell valahogy. És átadom a külsőt. És mehet dolgozni. Ma is kerestem már pénzek. Csak nem eleget. És amúgy meg a szomság sokáig van, elég kell menni, majd ezért estére is bemegyek, amit nem szoktam, viszont most ez egy ilyen random helyzet volt, előre megtervezett random helyzet. Hogy kisebb ölben vagyunk, és most beindulunk, remélem, lesz csin! Hát nem az ülői lett. Eljöttem párral ide, ő koncertre megy, én megtekerek mintára. Titokban most megy a Riverside, mert most fog indulni. Én meg megyek Budán valamerre címért. Szerintem elmegyek a körzetbe. Itt kérdezték a srácok, érdekes volt, a rózsaszínek ki akartak hozni nekik rétes, mert ők rendeltek 49.000 forintért 19 darabot, tehát szinte nevetség tárgya. Nagyon érdekes. Most már gyűlnek az emberek, sokan. Előbb még alig voltak, de most már úgy látom, jönnek. Telefonom, ma van a 60%-om, de van nálam most jó töltő, most működik. Az a kérdés, be vagyok elépve, jó van. Lát is. Picit ugyan mélyen vagyok, de ez nem baj. Az a baj, hogy a sárga lámpák nem valami erős fényűek.
Engem kifejezetten zavarnak. Megjött az első címem, Sabbe Astoria. Na, király. Tavaszmező utca 2. Ne sírjunk, nagyon jó szemudat. Hát érdekes ez a hely. Tényleg a külváros tök nyugodt. Itt a belváros meg mint a hiszti. Jó, most még meleg van. Meg sok futár, meg rengeteg a gyalog. De egyébként nagyon sok ember van. Na, meg lett, most csipogott. Sziasztok! Az étel megvan, Tavaszmező utca a cél. Ja. Ajaj. Kijönnek az édes drágaságok. 10 percen van odaérni, 2-es szám le. Ott a gyönyörű nagy hód. Látjátok a hódat? Ott, ott. Rázós lesz a videó, sajnálom. Ilyenkor már nem jön a stabilizálás. Gondoltam rá, hogy be kéne rakni a gimbalba, de nem volt közben azt a súlyt is cipelni. Hasamon. Nem fogok átérni már a gyalogon, ami nem gyalog, hanem bringás gyalog, de ez még meg lesz. Több a gyalog, mint nappal egyébként, sokkal több. Megint hullányok. Na, ez a másik, ezek a rolleresek, tehát hogy semmi védelem nincs rajtuk. Egy lámpa, se bukó, se semmi. És ennyi. És össze-vissza mennek általában. Már megvárom, nem megyek addig be. Elvileg itt is vagyok, itt lesz jobbra. Tavaszmező. De jó, itt szantálfa illat van. És tényleg. De jó, tök király. Egy börtön ajtó, alig lehet rajta bejönni. Elfogtam az elsőt. Most még nem jött másik, remélem mi hamarabb jön. Most 10-20-29, és pont most jött meg. Mit ír? Drapidi, hová viszem? Vajda Hunyad utca. Ez az előttem lévő rollersít az autó előtt, így. Anyám. Nem tudom, mi a bajuk nekik komolyan. Időközben meg is jöttem. Hello, hello. Hello. Irány a Vajda Hunyad. Most már van tápom is. Kezd kiürülni a város, már alig van autó. Éppen ezért kell jobban figyelni a gyalogosokra, mert bolondok. Azt hiszik, ha autó nem jön, akkor sup, kilépnek. Meg a rolleresekre. Szökött egyének. Meg akarom nézni, hogy mennyi van az aksi. Ó, majdnem tele van, király. A 11-be megyünk. A Vajda ugyan 11-be. A múltkor is mondtam már egy másik videóban, hogy ilyenkor könnyebb tekerni. Valahogy olyan lágyabb a levegő. Nincs akkor atmoszférikus nyomás, vagy nem tudom. Ma jobban érzem magam ilyet. Kicsit frissebb, meleg van, de frissebb a levegő valamivel, jó? Ajaj. Az
az rendes volt, látta, hogy nem fogok elférni. Ah, itt kell bemenni. Kovácsokat 11 kell. 15, 13, 11. De hú, van. Élő ideg. Jávon. Megjöttem. Akkor bemegyünk. Az is nagyon jó. Átadtam 20.50-kor. 20.47-kor, bocsánat, csak beszéltünk. Csak most van 50. Nincs még meg a harmadik címem. Este, de nem baj, majd jön. És most megint vonulok vissza a középrészre, hát ha jönnek címek. Ebben az estében most nem az a lényeg, hogy hűvel mennyiséget vigyek ki, mert nyilván szeretnék pénzt keresni, hanem hogy jól érzem magam. Este is ki tudok jönni néha. Mondjuk nálam ez ritka, nem szeretek. De most nem vagyok dekoncentrált, nem zavarnak az irányok, hogy sötét van, most jól érzem magam. Most van cél. Most visszamegyek a Corvin irányába, és várakozom. Addig hátra kapok címet. Hát gyerekek, beugrottam ide az időben mondván, hogy tök jó, veszek egy kis zsömlét, vagy kenyeret. Hát kenyeret nem akarok venni, mert nem tudom elcipelni, de mondom zsömlét, hogy egyet. Ez rohadt szar egy Lidl. Nagyon rossz, katasztrófa. Én bezáratnám a francba. A dolgozótól kérdezek valamit, nem tudja hol van, megkérdez a másikat, annak fontosabb elutasítani, majd rám néz kérdően, hogy mit figyelek. Hát talán már válaszolnod kér arra, amit kérdeztem. Hogy merre van, elmegyek oda, és nincs. Szanaszét van minden dobálva, a raklap alatt nincsen béka, a béka szabadon áll, fel van emelve. Kuplerájban, semminek nincs gazdája, az út kellős közepén mennek, és szabályosan odébb löknek a kis raklapjaikkal, mint vásárlót. Ez a bolt egy nagy szutyok. Gusztustalan. Még a Teleki László téren semmilyen gusztustalan, ahol aztán tényleg laknak olyan arcok. Nézd a cuki, ez a kutyus. De nagyon, hát szemes. Nagyon Ari. Ja. Legalább van valami jó ebben. Eszek egy zsömlépel, aranyos kutyák, de ennyi, cím nincs. Akkor gurulkázom vissza a híd felé. Hát ez van. Ezt külön szeretni. Sejtelmes pód, az fönt van. Én sajnos semmi nem volt a Family Shopban. Úgyhogy íjjé. Na, vissza is értem. Nem tudom mikor, de hamarosan már vége lesz a koncertónak. Addig elpötyögök. Na, vége lett a koncertnek. Már csak asszonyságot várok. A srácok már elmúlt 12:45. Jó késő van. Régóta talpon vagyok végül is, de nem baj, megérte. Látni a csillogást. Most megyek haza itt a Dunaparton, most Soroksáron vagyok. Tekerésztünk. Elbeszélgettük az estét, vagy legalábbis én beszéltem. Ah, de már fáradt vagyok. Viszont enni még fogok, mert evés nélkül ma már nem lehet lefeküdni, és ha üres lenne a gyomrom, akkor nem tudnék aludni most. Már nem ettem azt a zsömlétettem utoljára valamikor 9-kor, és ugye most már 4:45 van. Egy óra körül fogok hazaérni, szerintem. Most megmegyek haza, ebben a fura időben. Ugye ennyi volt, köszönjük, hogy itt voltatok, majd máskor találkozunk.